fölvételt. A bal szélen látok itt egy romos. Van egy ilyen rubble, meg egy ház szembe, ugye? Jó, A bal körbe. igen. A A jobb... flagnél van itt egy És... fal. Egy, aha, Van egy há... füst. fal, füst, házikó, ugye? De És... várj, akkor az most mi? Házikó? Vagy füst? A jobb oldali flag fölött az egy ház. Én a feketéről beszélek, a fekete füst. Ja, az füst, füst, füst. Jó. Az legyen Nem rafterén, nagyon vagy csak szeretem a füst? füst. Mert múltkor kivetlenül kicsit a biztosítékot Mi? a Melyik? zagi. Ja, Nem. nyugodtan fikázhatod, majd megnézi a felvételen. Üzenhetsz neki. Jó, az engem nagyon idegesített, az a füst is, meg nehéz terep is, de covert nem ad, és hát igen, most milyen az Eyeless ugye már nem ignorálja az erdőt, erdőt nem teszünk fel, csak füstöt. Nem értem miért. Jó, oké, Hát, okay, tovább. ja, akkor van egy erdő, ott abban a zónában is lent ez egy trench. Ház, nem? Ja, az Ugye? trencs Hát, ott lent. azt hiszem trench, de nem, Az lehet trencs. ház. Aha, akkor trench. Na figyelj, megnyertem, én átadom a kezdést, és elkiválasztanám ezt az alsó részt, mert az Old Witch nem szereti ezt a házak körül való Aha. mászkálást. Úgyhogy... Azt mondja, hogy én ide leszórom az embereket, és akkor te elkezdheted. De most talán mindig ez lesz, hogy föltesznek 6 füstöt egy pályára? A Modern War Machine az utóbbi két évben, vagy nem tudom micsoda, nagyon sok, szóval sokkal több a terep, mint régebben. Ne, a tereppel nincsen gondom. De a A füst. füsttel van gondom, hogy igazából abba volt fönt 3. Hát most nem tudom, hogy a Más füst. nem volt fönt. Fönn volt még egy házikó, meg egy fal. Nem tudom, néha csak füstöt, és akkor valaki átlát rajta, valaki meg nem lát rajta. Ugye Zaginak a tarnyai meg az erdőn látnak át, a füstön meg nem, szóval ilyen, most ilyen kis Na mindegy. kevert móka van. Lépjünk. Már megpróbálok túllépni ezen. Na. Na Most jó, ugye akkor ezek a mappok, amiket vannak, ugye ez mind a hétvégi WTC 2021-nek a készítői, és ezeket fogják használni ezen a versenyen, ami gondolom hasonló lesz, mint az igazi WTC. Oké, akkor deployolhatsz, elindítom az Jó. órádat, A aztán... zombikot elsősorban az ugye ambush, akkor azt, hogy hova tegyem, hátulra? Hát ide tedd ki oldalra őket, ide a feketére is kihúzhatod, azt hiszem. Dupla kattints rájuk, és így akkor kijelöli az egész egységet, Aha, és fel lehet akkor szedni kit... az asztalra. Én most nem látom Baba. őket, te látod őket? Én látom. Jó, akkor biztos, hogy Meg akkor tudom, amit ide. így behúzom a térképre, így itt van. Nekem jó, nekem nem kell, hogy lássam őket, jó, hogyha bejönnek Nem ambusból, tudom, hogy el fognak-e tűnni. csak nehogy eltűnjenek ott. Hétről kezdek, ugye? Hétről, Jó. aha. Két karika, azok osztag. Azok középen akkor füst, Osztag, nem nehéz igen, terep. objektívát válasz ki, hogy miért szeretné. Lesz van. Én azt hiszem, hogy van, de mindjárt megmondom. És Köszönöm. indítom a War Roomot, mert én a Pathfinder-eset szoktam eddig használni, meg néha a gyógyítóst, de aztán sosincs senki közelében se az Igen. objektívának, de van hat fajta. Azt mondja, hogy... Jó, apply. Hol vannak a Steam Rollerek? Hol szoktam őket? Ja, itt, aha. 6 darab van. Azt mondja, hogy egyet újradobás, egy gyógyítós, egy Eyeless Sight Observatória neve, Akkor azt és kérem szépen. ugye a Control fázisban a Friendly Faction modellnek ad 4 incsen belül Eyeless Sight-ot. Aha. Lehet, hogy én is ezt kérem.
Az azért hasznos. Te aztán nem kérheted. Edit. De jó helyen van a flagem. Haha. Na jó, én meg vagyok. Meg vagy? Akkor jaj, bocs. Itt vagyunk. Na nézzük. Ott, ott. Itt a 10-es. Ott van. Ide. Te biztos tudod. A sztori szerint miért nem élő halott már a Sipsus? Teljesen szétverték a kopanyáját? Hát ajánlom elolvasni ugye a Varma Hordes Hun, nem tudom olvastad, de az összes Olvastam. Henshoz Csak Krollt lefordítottam. ott hagytam abba, hogy leverte a nagyképű volt a Sipsus, aztán Ja, száján vágták kétszer. szétverték, és akkor a koponyáját megmentette a Denegra, és elvitte a izének, a Convergence-esekhez, és megkérte őket szépen, kedvesen, hogy Építsenek segítsenek, egy jobb páncélt. és akkor az egész testét újraépítették. És aztán... De ugye azt tudjuk, hogy az Iron Leech-eknél, ugye itt az Ipsos is beletartozik, csak a koponya volt meg, az összes többi csak egy fémváz van rajta. Igen. Szóval eddig úgy volt élő halott, akkor most, ha jól értem, akkor a koponyáját mentette meg csak, és azt tették be egy másik géptestbe, és akkor most már nem élő halott. Hát játékszabály szerint nem élő halott, hanem construct lett, de lényegében élő halott. Na nézzük De azt. szóval igazából nem változott semmit akkor a sztori szerint. Csak egy másik testet kapott. Hát egy másik testet kapott, meg ugye már nem a Krixnek dolgozik. Szóval az nagy különbség. Szóval ő már így A jobb a önállósította fizetés magát. a másik oldalon, vagy most Hát mi változott? ő ilyen saját szakára dolgozó. Ki az, aki ambusolnak? Van mágikus fegyvere? Nincsen mágikus fegyverük. Jó, akkor ezeket a kis inkorb cuccokat ki tudom rakni a szélre. Jó, meg vagyok. Nincs AD, úgyhogy te vagy az Hajrá. AD-be, és hogyha nincs AD-d, akkor kezdenek, és te kezdesz. Jó? Have fun. Na nézzük. Kezdjük akkor ezzel az árulóval, a Sipsus. Meg kell nézzem. De ugye az fixus, az kár, hogy nem undead. Pont gondolkodtam róla. Azt mondja, hogy 14-17. Nyilván construct személyiség. Mert ugye van most az Old Witch-nek ilyen elég jó lövése, ami blindot okoz. De living és undeadnek. Úgyhogy mivel egyik se vagy, ezért szuper jó dolgokban. Ja. Na nézzük. Az egy, te csak? Ja, nem, az nem a csak. Nincsen, de az Jack, azt kivettem. Ja, átvariáltad. Ha, kés. Picit variáltam rajta, igen. Most már egy Reaper, meg egy Herover van a Death Jack helyett. Ja, azok ilyen lövöldözősen. Annyit bénázott egyfajtában a stalkerem, hogy fogtam és nyugdíjba küldtem. Játszottam Zogi ellen.
ott hagytak két fundona, hogy is hívják ott a desarkonyát. Hát azok utána leveszik a fél seregedet. Nem nagyon, mert ugye élő és robotok vannak itt, szóval nem nagyon tudott sok gondot okozni, de azért jó lett volna, ha levette volna. Na, Ajakosz kasztol a Terminus, a Asipsusnak a Jackére egy asszailt. A Arnoldon keresztül, aztán mozog 11 incset. Mozog és ugrik. Rosszul emlékszem, hogy volt valami olyasmi, hogy az inkorpok nem tudnak vitatni? Nem, Rosszul de emlékszem. nem tudnak, tudnak. Tudnak, akkor rosszul emlékszem. Most már mindenki foglal, mindenki vitat. Aki nem tud vitatni formáción kívül lévő unit tag, Meg meg kaszterek. kaszterek, meg kontroller nélkül maradt warbeastek, ugye, amik így szabadon mozognak a pályán, Inertforge. meg az inert warjack. És itt jobb oldalt van egy Seater Assailla, és akkor ő szuper messzire fenyeget, ugye? Mindjárt kiszámolom. 6-os speed, roham 9, Assail, hogyha él, nem, Assail-lal 11, mili 12, és ha élő vagy, akkor 14. Oké. És a fited az még rádob, vagy nem dob? A fited mit ad? Azért tettem rá, mert nem. Aha. De mit ad a fited? Mi volt az? Hogy? Az is Mi? valami rohamozásos, nem? A Seater? Vagy a Sail? Nem, a fited mit ad? De, az csak a Battle Group-ra. Aha. De akkor még a hozzáadik az asszailhoz, és akkor szuper ügyes lesz. De Oké. arra nem, mert az nem a Battle Group. Ja, ez egy ilyen kis... Az Nem. a Sipsus alatt fut. Ja, értem, értem. Oké. A Play gombot nyomja meg? 53, 50. Aha. Igen, és akkor te jössz. Na nézzük, azt mondjuk, hogy playszelnek ezek a kis szmötyik két incseket. És oda. Oda, aztán nézzük meg, fut ez a dagi. Elfelejtettem. Szabad kiraknom még egy a Karibrisra egy karnicsot? Persze, te csináld meg, Sighting Touch-ot? és pattints vissza az órát, ha megvagy. Mert még ugye az ugrás után még tudnak kasztolni. Sorry, és köszönöm. És na nézzük, fut ez a tagi. De ilyen módon. Jó. Aztán közben ugye van korpsza ő neki. Egy sűriért fut ide, ilyen módon egy füriért fut, ilyen módon ide, oda, nem is, nem is, nem is, nem is, mert itt vannak valami szennymét, izék. Na, ide. Legyen így. Oké, és fut ez a kis inkorp. Ide.
ide, ez a kis inkor. Ide. A Harovernek a lövése magic. Jó. Nem tudok vele mit tenni. Ha csak be nem futtatok egy kis shield guardot is oda a mixbe. Egy, ott egy shield guard, nyuszi. Na nézzük a másik oldalon. Azt mondjuk, hogy fut ő. Itt megáll, itt így. Ez. Ő itt fut. Fut így ide. Így, aztán a lovas szólón fölfut így ide. Ilyen módon ez a kánya fölfut így ide. Ilyen módon egy Fury, ezek a kis srácok futnak ide, 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 ide és ide. Igen. Ez a nyuszi. És aztán még ez a heavy fut ide. Ilyen módon. Így ide. Jó. Aztán azt mondjuk, hogy Old Witch mit csináljon. Varázsol 2 pontért egy reconstructot, vagyis respawnt erre a vízre. Respawn. Ide. Aztán varázsol. Megnézem, hogy mennyi Fury van kint a pályán. Azt mondja, skin and mons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jól látom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Pardon. Ide egy kicsit előre sétálunk, ilyen módon. Ide, és akkor még megnézem, hogy ki tudok kasztolni valami értelmes spell. Respawn, az 3 volt. Az jó. Ja, akkor kérjük azt, hogy legyen a control zónánk 4-jel több, 18-as. És kasztolunk 3 pontért egy Windstormot, ami 5-tel csökkenti a range-ét. Winston 5-tel csökkenti a lövések range-ét, hogyha onnan lősz, és hogyha szórodik AOE, akkor jó, és ez a srác egy 5-ös aurával és egy korpszal ide fölfut, az aura pedig kék. Így ide fölfut. Ilyen módon. Oké, és szerintem meg vagyunk. Te vagy. Jó. A Windstorm mit csinál? Csak a lövéseket? Rövidéseket rövidíti, és amikor AOE szóródik, akkor én mondom meg az irányát, miután kidobtuk a távolságot. És ötincsel rövidíti a lövést. Igen. És a kontroll most ilyen szuper nagy. Counter charge? Nincs. Nincs. Akkor a te körödbe, és az én körömbe annyit tudsz csinálni, hogy a madarak elrepülnek, hogyha kimegy egy aspekt. Igen, és ez a skin and bones is, hogyha meghal, akkor ugyanúgy újra élet, ha nincs grievous wound-zolva, akkor 3 incsen belül újra
Rendben. És van itt egyetlen egy krebited, akinek van sírgárgya. Egy krebit ott, és egy krebit itt a másik oldalon. A falnál látok egyet. Meg Ja, itt van egy egy van a itt másikon a messze lovas, meg a skinny a monster. tűz mögött. Aha. Jó. Szóval ha a Cage Rager-t meglövöm, és behúzom, akkor azt behúzom. Azt hiszem Mert őt az... nem védi a kicsi. Ja, túl messze van. Cage Rager az sajnos. Hát, hogyha eléri a lövésed. Elfogja. Mert feed kör lesz. És akkor tud menni 8-at. Nem 8-at, 9-et. Ideig el tud jönni. Igen. És 5 incsel rövidíti le? 5 incsel rövidíti le. Akkor nem éri el. Ez ilyen 8-as lányzsa volt régen, most is annyi? Igen. Ez 3 incsel lövi. Jó, nem Az baj. nem annyira jó. Oké. Nem baj. Viszont élőnek élő. Élő-élő. Nálam szinte minden élő. A szekér construct, meg a kaszterem construct. Azon kívül... Ja, meg a klokatriszek constructok. És külön a banyát akarom csak rohamozni, nem élő? A banya jelenleg egy... Nem, nem is construct. Nincs construct ikonja, élő. Na. De furcsa. De hát egy gép. Dual attack, old school. 6 speed, Nem, feet. nincs neki konstruktja, képzeld, de... Elképzelem. Azt hittem, hogy van. 6 speed, élő vagy. Feet, az 11, roham, 14 incset tud rohamozni a Seater. És nem is kell eljel a sight, mert a deathnél az... Hát a kaszterem is látszik. Meg a Deathnél is. Viszont a Deathnelt azt nem rohamozom meg olyan nagy távolságra, mert az construct. Az egy igazi construct, igen. Annak Na akkor újra matek. 6, roham 9, feet 12, és milli. Akkor azzal nem érem el, szóval be kell rohamoznom a Cage Rager-t, és akkor viszont elérem. Oké. Okay. A nem spellelek, az csak a Cage Rager, ugye? Hány incse? 3 incse. 3 incse. És jó, akkor... egy korpszba kerül neki, szóval egyszer tudja megcsinálni. Oké. Okay. A Seater itt a másik oldalon. Ő neki 6 speed, roham 9, asszail 12, élő 14, 15, jó, hát az mindent elér, amit akar. Mi ez a Israel Dread Harvester, ez a lovas? Az a lovas szóló, aha. Ő is élő. Majd az ambust, ha be akarod tenni, akkor még most tedd be. És ő élő. Úgyhogy... Még a Sipsus látja is a lovasodat. Hát gondolom. Neki a rohamtávja 6, 9, 11, 14, de akkor nem éri el, de ha ugrik előtte egy két incset, akkor viszont már igen. Az ott megpróbálod takarítani. És akkor lesz ott Sighting Touch. Az, ami nem találtam ki, hogy mit akarok csinálni. Kinek kell Eyeless Sight. Most nézem, hogy a Gremlins formoknak egy csomó képessége van Warjack ellen. Az már jó fog jönni.
A Seater-re adom az egyes számúra a Zeiless Sight-ot. Jó. Ha be akarod rakni az ambust, akkor azt ez előtt a lépés kellett még meg. Aha. Szóval az ambus, Szóltál. ugye Szóltál, megelet, köszönöm, nem akarom hogyha be. nem, akkor deklarálod, hogy nem csak a, ne felejtsd el. Nem felejtem el. Jó. Csak Fókuszt. eztán fognak jönni. Fókuszt kinek adok? Hány az defje van a Skinemonsnak? 13-as. Nem fogja tudni azt találni. A Sipsusnak most már érdemes elindulnia innen. Az ő szíttörje ugye generál egyet, ad neki még egyet. Ajakosz fenntartja a kettő darab spellt, kinek ad fókuszt. Szíttörnek ad egyet. Három. Ad a Karibrisnek is egyet. A Herover nem tud sok mindent csinálni, ő csak futni fog egyet, hogy jobb pozícióban legyen. A Reaper... A Reaper... Egy, mondjuk az is szájon vághatja. Mit tudnak csinálni ezek a kismukik? Hát a warjackek ellen base to base-be tudnak D3 plusz 3 sebet okozni, meg ha base De to csak a base... saját aktivációjukba, ugye? Igen, vagy hogyha melletted állnak, amikor te aktiválódsz warjackkel, akkor dobnod kell egy ilyen táblázaton, és akkor valami szörnyűséget elszenvedsz. És inkorpok. Igen. Azért akarok átmozogni rajtuk, hogy... Jaj. Én de hülye vagyok, meg tudom rohamozni. Kit? Free strike-ot tudnak adni? Nem, nem, mert nincs inkorpok. Fegyver, nincs fegyver. Nincs Inkorp fegyver. az tud free strike-ot adni, de ezeknek nincs fegyverük. Szomorú. Nem szomorú, mert akkor nem tud őket véletlenül rosszra használni, mindig jók. Ott van 2, 3, 4. 2, 3, 4. Föntart egy spelt, két spelt, akkor nulla fókusz van hajakoszon. Aztán. Ő van itt középen, itt az objektívád mellett? Az objektív mellett, aha. Neked milyen rohantávjaid vannak? Hát van Boundless Charge-om, úgyhogy ilyen 12-re fenyegete a Skinemons, 13-ra a kánya. Akkor itt a madár az, ami veszélyes. Madár Egyelőre az jelenleg. A... Madár jelenleg. Mondjuk, el ha nem ér. Adszám meg, akkor tök jól van itt. Jó, agyakoszt aktivál másőnek, mert ő annyi fog csinálni, hogy feed. És ennyi volt a köre. Szép aha, volt. És nullán ott marad? Nullán ott marad. Hát amit nem tudod bántani. Mennyire lőzte? Hát ilyen spelljeim vannak. Nem is tudom, spelljeim nincsenek. Tessék. Ennyit tudok tenni az ügy érdekében. Nem, van spellem. Van spellem, van Curse of Shadow, van Scourge-öm. Ja, Scourge-öm van. Scourge-öm van, ez nagyon drága. De van Arknode-om, meg tudok, plusz a Trench. Itt két hátra evickélt, aztán ennyi. Na nézzük, kezdjük akkor itt a Reaper-rel, mert ennek itt ez lesz a dolga. 6-os, 9, 12 incset tud mozogni legfeljebb. Kit charge-ol ezt a izét? Madarat. Madarat, oké. Az ütés előtt lead egy range attack-ot. Oké. Talál pof 12. 13-as a defi a kányának. Dobtam 11-et. Ja, jó. Aztán 12 sebzés, ez 24. 24, az 6 seb, hova?
A hatosba. Hatba, oké, és beírtam. Behúzza. Most csinál egy ingyenütést, ugye? A drag ad egy ingyenütést, igen. Az ingyenütés. Igen, 13-as def. Az emisszeri, úgy nézem. Az mész. Akkor most a rohamütés, ugye? Igen. Az talál. 8 meg 7, az talál. 16-os energia. Abba kettőt fogok. Na, na megy ez. 15 a... hova? A kettesbe. Beírom. 15 a kettesbe. Kiment aspektusom. Akkor teleportálok. 3 szót. Egyes range-ed van? Kettő. Kettes? Azért pont 2 nincs. Ja, itt, ide. Így jó. Beteleportáltam a szekérhez. Jó. Akkor ütöm tovább. Oké. Találat. Ja, nem kell találat, autóhit. 16-os energia. Miért vagy autóhit be? Mert sustain-etakos a fegyvere. Ja, aha. Most már 20-as a páncél. Szemét. Mely a sebzés? Ugye vennie kell, azért. Nekem most nem írkálja ki a... És megboostolja a sebzést. Akkor 4-et fogsz. Aha. Kettő seb. Okay. A 6-osba. 2 6-ba, oké, okay, és maradt neki 4. Akkor ennyi volt. Hát ez nem volt kellemes, de csak egy aspektus ment ki. De minden más rottyon. Oké. Asszipszuszt aktiváljuk. Paszki, le kellett volna, shieldgárdozzam a nyuszival azt a lövést. Mindegy. Elfelejt, ugye annyira... Nem, tök jó, csak most jut eszembe. Én féltem attól, de én nem, igazából nem féltem, mert ez ilyen bónusz volt ez a lövés. Hát jó, de dobtál rá dupla hatot sebzése, a hat sem bejött belőle. Az jó, de te se tudtad volna, hogy most bedobok egy dupla hatot. Nem csak, hogyha behúzod, az is számít, mert akkor nem tudtam annyira kiplészelni. Ha nem húzod be, akkor ki tudok úgy plészelni, hogy már nem éred el. Ugye, mert nagyon ilyen 1,8-ra tudtam tenni. Vagy szinte 2-re. De itt tudtam betenni ide a zóna, a szekérhez. Oké. Na. Jön az aszfixius. Jön az aszfixius, igen. Oda. És akkor roham. Kire megy? A pacira. Oké. Mit hazudtam össze? Mi a rohamom? Biztos jó sok, nem tudom. 6-os speed, a paci élő még, az 8, roham, 11 incset. Nem? De 6-os speed. 10-13-at mozogsz és 2-es reached van, ugye? Összesen igen, 15-re 6-os speed, roham. Élő, az 11 nincs. Valamit elszámoltam. Hát van a... Autospeeden van. Van flickered, azt már megcsináltad? Igen. De a flickeren mozgattad őt? Mozgattad. Mozgattam. Akkor, ja, akkor is, akkor innen 11-et. Ja, jó. 6. 9. Igen, valamit elszámoltam. Nem, van, hogyha van vérszomjad az élők ellen, meg van feated, az plusz 4 mozgás. Na, feat nem számít, csak battle groupra. Ja, jó. Akkor azok 11-et. Ami kevés. Nem élsz be? Nem, valamit elszámoltam. De miért? Tehát a speed 6, speed loss living ellen, meg a flicker. De a flickerre már mozogtam. Igen, és akkor mennyi volt köztünk eredetileg? Nem tudom. Még sokkal több. Mindegy, nem jön össze. Más jön. Oké. Mert őt használom még. Más tervet változtatunk. Oké. De viszont a Cage Rager-ben van? Az biztos. Hát legyen a Cage Rager akkor. 11 incset mozog le. Megérkeztél. Gratulálunk. Jó? Ott vagy 10-es deffel rendelkezik. Várjunk csak, ez nekem, ez butaság. Fut egyet, jó?
Jó. Oké, és hát tedd vissza, kb. Ott volt a... Nem, jó így. Mert hogy útba lesz a Seaternek, ha ott áll meg. De miért jó Tényleg neki, ha éjsz. itt van? Ja, hogy behozza a mínusz két ármat, ugye? Igen, az volt a fő lényeg ezzel itt, hogy oda menjen, és Assisztus megrólmozza a pacit, de azt elszámoltam. Ja, értem. A másikra meg nem kell, ugye, mert hogy... a füstben nem akarok megállni, mert valamit összecsalsz nekem aztán. Hát a line of sight-ot segíteni. Igen, azért nem akarok ott megállni. Tiszta sor. Akkor jön most az a jack ott, és rá megy a szekére. Nem tudom összecsalni, hát nem igaz. Ahogy a szekér az pont nem élő, az biztos, a kisrác biztos bemehet a az oké. Okay. Szerintem nem fog összejönni. Mert egy inch milli. Aha. És mennyit tudsz De menni? Összejön. Össze, csak a kicsit a kis pa... Ja, akkor 13-at mozgott ő. Aha. Leellenőrzöm. Speed 6. Speed 6, feet 9, roham a feet 3-at, 12. A feet 2-t ad, vagy 3? Feet 2-ből. 12 incset tudok mozogni. Most már meg kell néznem ezt az ajánlót. Bocsánat, ezt az Asicsusznak itt ide kell jönnie. Jó. Mert hogy itt megkapja ezt a bónuszt. És akkor azzal viszont 12-t mondtam, akkor most már 14 nincs tud menni. Na, de ki az ajakó, az Asticus ilyen aurába adja neki a speedet? Igen. Aurába adja a minden konstruktnak a élők ellen plusz 2 inch roham. Azt hittem az alapból van. Ja, jó. Nem. Ami alapból van, az a Dalsor osztagára, meg a Battle Groupjára. A Seater meg csak ingyen rohamozik, meg te emel egy fókuszt, ugye? Leadership Constructs, aha. While in this command, blood thirst, aha. És a commandja 9-es, ja értem. Okés. Akkor most ő bejött a KJJ-re, ugye? Így van. Jó. Megy a támadás, két kocka a találatra. Talál. Ugye nagy kézzel üt. POV 19, dobom a sebzést. Akkor abból kettőt fogok, ugye? 13 seb. Azt mondja, minusz 13. A hármasba. Hármasba, oké. Másik keze... Két egyforma keze van, nem? Igen, csak van még a feje is. Aztán az is egy incses. Igen. A szekérnek milyen armorja van? 20-as. 20-as, 18-ra csökkentette. Vagy magadhoz hozzáadsz kettőt. És a Mukinak? A másiknak 19-es alapból, és a szekér ad neki kettőt. Szóval a Muki és mínusz az... kettő, Muki ugye... ja. Akkor érdemesebb előbb befejezni a szekeret, megpróbálni. Hát, próbáld ki. Ütöm a szekeret a fejével. És 12-es def. Sebzés. Szerintem ez kettősebb. 19-et mondtad? A szekér 18-as, meg van neki egy kettes aurája, amit te negálsz. Szóval mennyi a feje? 15. 12, még dobtam. 12-es csak a feje? Akkor abból igen. Véd 6-ot. Egy pont. Egy pont. Oké. Üt a kezével a szekérre. Jó. Talál. Talál. Sebzés. 7. Az... 16. Kettőt fogsz, ugye? Akkor összebb. Pillanat. 16-os vagy te. Igen. Ja, igen, kettő a diffi. Mínusz 5. Okés. Neki csak 16-osok az öklei, nem 17-esek? Igazad van. Még egy? Plusz egy. Oké. Jó, mert az előbb mert próbálom belőni fejbe az összes számot, aztán most eltévedtem. De jó, okés, akkor jó. Most. Akkor a Seater költ egyet, vesz egyet a szekérre. Talál, sebzés. 5 seb.
Az egy, ja, ez nem kell hova. Utolsó támadás. Üti megint a szekeret. Talál. Öcsebb. Oké. Szerencsétlen szekér. Oké. Őnek is sighting touch-a van. Karibris 5-ös move. 8. Roham. 11. 15. Ez itt csak egy incsen múlik, hát betajok. Jó, nem baj. De ő nincs benne, ugye, ja, mert nem volt bent a kommandjába. Kit akarsz ütni, igen. Kire charge-ot? A... A Cage Rager-t akarom megrohamozni. És egész odáig eljössz? Nem. De lehet, várjál csak. 5-ös speed. Roham 3, meg még 3 a feat miatt. Az 11 incs, ugye? Úgy oda. És akkor a dagit rohamoztad? Igen. Oké. Itt ő most azonnal csinál egy spray attackot az ellen. Ben van ő meg a szekér szerintem. Mérjük le? Oké. Megy a találat a Cage Rager ellen. 10-es, de. Talál. Nem crit. Jön a másik a Deathnay-re. Az 12-es death, az miss. Jó, persze. A... Megy a sebzés a dagira. Oké. 20. Az egy van pont... mínusz 2 páncélod. Igen, igen, az egy pont így. Mínusz, hova megy az egy? 6-osba. Egy, 60, oké, és beírtam. Megy a csápütés rá. 10-es def. 10-es def. Roham. 6 szóval... meg 7. Talán. Talál. Off 16. Minusz 2 armad van. Akkor az 3-at fog. Az 7 seb. Ahova? A 3-asba. 3-asba. Oké. Másik mancs. Üti. Talán. Talál. 3-at fog. Szerintem nincsen kritje. Hát nem erre tudom, nincs. Csápján van-e. A 3-at fogsz. Hajrá. Négysebb. Hova? Az 5-ösbe. Oké. Okay. Utolsó támadásra. Marárnak van ott coverje? Egy nincsre vagy teljesen mindegy, az már hogyha a cover, a lövés cover, hogyha átütsz ilyen cuccon, akkor mindenképpen jár. És milyen defi van a marárnak? 13-as alapból. 13, 17, nem, 15. 15, aha. 8. 8-a talál. Hajrá, madárra. Visz. Oké. Okay. Itt nekem kell most a widget, spray template. Mire készülsz te? Azzal szólóval. Sprayzni akarok. Mert itt tud elmenni. 6, 7... Az egy Warwish Siren? Aha. Hogyha élő, akkor mínusz egy attack roll-od van
a kis mukiktől egy incsre. Csak szólok, hogy És azt. összeadódik? Nem, összesen egy. Csak pont ott egyel kevesebb a. Nem Magic 7, hanem Magic 6, hogyha számít. Ugye neki is van speedje, nem csak a Battle Groupnak. Nem, csak Battle Group. Aha. Battle Group currently contact also. Aha. Látom már. Jó, oda elmegy. És akkor itt megfújja ők ezt a hármat. Megy a találat a első mukira, ott a gremlinre. Hét meg... Öt. 7 meg 5, 12, 13-as defjük van, meg ugye egyet csökkentenek neked. Nem, már lecsökkentettem. Pillanat, mennyi dobtál? 7-et. 6-os a Magic Ability-e papíron. Akkor nem találod el. De 7 meg 6. eltalálod, hogyha levontad már a mínuszt, akkor pont eltaláltad. Most papíron 6-os a Magic Ability-e. Tényleg, akkor 5-ös a Gremlin Swarm mellett, akkor elmisszeled. Mert 13-12 a Gremlin Swarm. Papíron 13-as defi van. Aha. Jó. A Skinem Monstra. Skinem Monst 13-as def, az is miss. A Cage Rager. Az 10-es def, azt talál. Eltaláltad. Poff 10. 9-et fog. Kapi semmi koróziót? Koróziót kapott. Oké, adom a defekt. Korrózió. Oké, hozzáadtam. Köszönöm. Szekert nem érted el, ugye? Oké, és... Nem. Tizennégy incs. Annyira meg nem lövök messzire. Hát akkor annyit tud tenni ő, hogy ő csak ide mocorog. Hatos speed, roham 9, 11 incset megy. Nem. Nem szar ennyire előre menni a Sipsusszal. Seater, 6, roham 9, Assail 11 incset megy, eléri a Gremlin szarmat, de aztán nem tudja ütni. Ki az? Ah, ja, aha. Bénázok. Hát, hogyha beérsz, akkor ugye leadsz egy ütés, és akkor úgy üthetsz valami mást. De elbénázom. Mert ennek még hátrébb kéne lennie itt. Ja, hogy aha. Szóval... Ja, mert teljesen bevitted, és akkor utána korrigáltad, korrigáltad, igen. Korrigáltad. Jó, akkor mit csinál az a csóka? Hát semmit. És az a baj, hogy most így le is fog állni. Szóval akkor annyit tud összetenni az egész témáért, hogy már futsz, mert meg fog halni a Sipsus, hogy be tudja indítani a caster a következő körbe. Hát, hogyha sikerül agyonverni, akkor igen. Jó? Szerintem sikerülni fog. Hát reméljük. Mert ha meg sikerül, és ott benn hagyom valahol középen, ott a körnél, akkor annak annyi. Ezek a kismukik is konstruktok, ugye? Milyen kismukik? Ja, igen, 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 azok is konstruktok. Oké. Megvolt, 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 megvolt. Görgöpox meg a két nekrotek maradt hátra. Ja, kivetted azt a karakter mukit? Ott van Görgöpox. Ja, tényleg. Hát az milyen kis vicces. Oké, és? Hármas show-e, az valahol itt nincsen benne. Ő meg odafut. A base to base beta. Hogy Görgöpox meg mozog.
Ad. De milyen gyors ez a cucc. Hát a gyarmadon ugye lovagol. Aha, de mi a speedje? 7-es. Hetes, aha. Azt a mindenit, hát az király. Na jó. Hajrá. Hát meg Ripo 3-ja is van. Hát jó, de futás után nem tudod használni. Igen. Jó. Na nézzük. Dobunk 1D3-at gyógyítására a izére. Ez összesen egy pont. De már jól érzi magát a madár. A másik madár nem sérült. Más nincs, de van egy korrózió, azon azt ki nem mondszon. Egyese, az leesik. Ja, a KJ-gyelem. Azt, akit megsprészté. Ezt a sprét innen kitöröljük. Nem is csodálkozom rajta. Mindig leesik a korrózió. Hát nem mindig, de ja. De. Na nézzük. Ja, ugye az Assassination az túl messze van. Nem érdemes vele szórakozni. Azt mondja, hogy plészelnek ezek a kis mukik két incseket. Neked mi a feat-ed? Nekem úgy működik a kaszterem, hogy van ötfajta képességem, és a feat-em az, hogy az ötfajta képesség egyszerre aktív. Úgyhogy az egyik az, hogy a battle groupom újra dobálhatja az attack roll-okat, a másik D3 grantot a kommandomba visszatesz az egységébe. A harmadik, hogy kiterjesztem a control zónámat 4-szorra. A negyedik, hogy egyel csökkentem a spelljeim költségét. És az ötödik pedig, hogy plusz 5 range-et kapok spellekre. Hogyha szeretnék. Ja, úgyhogy... Ja, most lényegében mindennel nyakadba kell ugorjak. És akkor megpróbálni minél több kárt okozni. Igen, oda, és akkor azok meg valahogy Asphyxius-t le kéne verjék. Nézzük, kinek adjunk Eyeless Sight-ot. Ez az ki nem mondsz a szekér mellett, ez látja Asphyxius-t, mert ott átlát az objektíván, és ott mellette látja. Persze. Az okés. Igen. Adunk Eyeless Sight-ot ennek a lovasnak. Eyeless Sight, hogy ő onnan ki tudjon rohamozni, hogyha kell. Na nézzük, azt mondjuk, hogy... Jó, akkor a kaszterrel kell kezdeni. Akkor a Grievous Wounds-ot itt nem osztottál, ugye? Hanem csak itt... Grievous Wound egyedül csak a Lajakos milli weaponjának van. A láncsáján van. Nem a láncsája, hanem a kardja. Na nézzük, azt mondjuk, hogy ezek itt place-elnek. Ide. Place-elnek így ide. Ja, be kell szedni a Fury-kat. Az 1, 2, 3, 4, 6, fölmegyünk 7-re, és ingyen upkeep-el nekem a szólom. Na. Most jön a nagy kör, mindenki örüljön. Jó, nézzük, mindenki benn van a kontrollba, mindenkiről leszettünk minden Fury-t. Szuper, azt mondjuk, hogy... Ott, ott, ott... Kire... Azt nézem, hogy a caster az látja-e alapból az Asphyxius, de végül is mindegy. Mindegy, kezdek a casterrel, fittel, és kicsit idébb jön. Ide, ilyen módon, és varázsol egy, mi a manó neve annak, -2 armort az Asphyxiusra. Őj rá, csak is. Jó, a control zónám megnövekedett újra 18-ra. Kell a -2 armor az a... Hát kell.
Minusz két ármol az Asphyxus-re mennyibe kerül? Curse of Shadow 3. Mennyi a defet? 15-ös? 4. 14-es, akkor azt eltaláljuk egy 7-esre, újradobásra. Figyelj, megpróbáljuk 3 pontért elvarázsolni újradobásra. Talál. És akkor Curse of Shadow. Fölment rá 3 pontért. Pedig egy Windstormot újra kiteszünk, hogy ez meglegyen. Szóval Curse of Shadow az egész uniton, nem adnak free strike-ot, úgyhogy az jó. Ez a kis Gremlin Swarm itt fölfut, és beáll ide a zászlóhoz, base to base-be. Olyan módon, aztán a... Nézzük, hogy legyen. Ott, ott, ott. És valószínűleg nem gyógyítottam meg a dagit, a body soul, ki van menve. Gyógyítsad, ha akarod. Nem akarom, elköltöttem már a spellekre. Jobb lesz ez így. Jó. Ja, ez 5, 6, 7. Jó. A Skin and Bones előre sétál. Előre sétáljon? Nem. Először is a megrohamozza az Asphyxiust ez a lovas. Így. Kigyullad ugyan, de kb. Így ide. Ráfordul. Öt, mennyi? 14-es def, 7-esre találja e, azt talál, 14-es Weapon Master. 17-es páncél. Dobtam 18-at, akkor az 15 seb. Csak 10. Jó. Ez volt egy. Mennyi sebed maradt? 7 wound és egy fókusz. 7. Oké. Aztán... jó. Jön ez az, adunk rá egy tüzet. Jön ez a Skin and Bones, őre sétál 5 szót. Így ide. Ilyen módon kap egy tüzet. És kicsit megfordul, hogy benne legyen a melee range-be ez a másik csóka is, csak az én melee range-em valamiért nincs meg. Na mindegy, ütöm az Asphyxiust 7-esekre. Talál, az ereje az 17-es. Kettőben van. Neked meg ugye mínusz két páncélod van. Kettőben van. Oké, és dobunk 12. Mínusz 5, 8 seb, nem. 7 seb. 7. Az akkor pont megöli, ugye? 12-ből 5, az 7, igen. Itt is megállhattam volna. Igen. Jó, másik kezét üti erre a Jackre, hátba. 9, talál 17-esre üt, 8 összesen 25. A 25, 8 seb a 4-esbe. Oké, vesz egyet erre a Jackre, 7-tel talál 23, az, ja, az 5 seb a 4-esbe. 23? Aha, összesen. Az 6, nem? Aha, mert csak 16-os a páncélod? Nem. 16-os. 23. 17. 17, akkor amit dobok, akkor én mondtam, nem, 22, nem, 5 sebet kaptál most. Akkor mégis. 5-öt kaptam most, és az 1-esbe, ugye? A 4-esbe. Jó. Jó. Vásárol egy ütést.
talál, és amit dobok, 8 seb, az ötösbe. Vásárol egy ütést, ezt elmisszeli, ezt újra dobja, feedből, 4 meg 7, 11 hátba, igen, movementet kiment. Nem. Nem ment ki, de az, ezzel talál a négyesse, és amit dobok. Az előzőben is talált szerintem akkor. Aha. 12-es def, nem 13-as. Nem, 3-at dobtam csak. Ja, csak 12-es def, akkor az előzőben is. És dobtam egy dupla 6-ot sebzésre, és akkor az meg is öli. Jó. Ez így. Aztán van itt egy dagi. Azt mondjuk, hogy ez a kis mókus, ez a szóló, ez ad egy boundless charge-ot ennek a madárnak, az egyes számú klokatrisznak, és az megrohamozza ezt a kis ürgét itt mellette, megy 3 colt, de ennyi elég is lesz. Hát, sprézzük. Nem, a spray ellen úgyis sok a... Üt az egyik kis kezével. Mekkora def? 13-as? Igen. Hetesekre találok. Nem talál, újra dobjuk. Talált 13-as energia. Négyet fog. Hat seb. A négyesbe. Aztán üt a másik kis kezével, misszel, újra dobja, misszel, üt a nagy kezé, a nagy farkával, az egy povval több, misszel, újra dobja, misszel, hát így is lehet. Vesz egyet a nagyra, talál, az 14-es energiából 3-at fogsz. Az 3, nagyon szép. Semmi. Jó. Vesz egyet, azt mondjuk, hogy talál 3-at fogsz, 5 seb a 4-esbe, és kiment a Cortex-e? Nagyon jó, veszünk egyet, dupla hegy, újra dobjuk, 5 seb, 5 hegy. Nem. Nem, vissza. Nem öt sem, elmisszel minden. Igen. Ja. Na mindegy. Viszont, hogyha kiment a Cortex, ez szomorú volt. Akkor nem. Ja, ez egy ilyen klasszikus dobás sorozat volt. Nem tudlak sajnálni egyébként. Igen. Jó, persze. Jön ez a Skinner Mons itt bal oldalt, és mit csináljon, mit csináljon. Ja, ide előre sétál, így ide. Ilyen módon, így, ide a zászlóhoz, ide elkezd ütni ezt a karibdiszt, mat 7, talál 17-es energia, egyet fog, az 8, 8-a. Az 1-esbe. Oké, és másik keze, talál, egyet fogsz. 6 seb a... hova? 6 seb a 6-osba. Oké, és vásárol egyet. Azt mondja, hogy 5-tel, 7 meg 5, 12 talál? Nem, te igen. Igen, egyet fogsz. 3. Hova? 3 a 6-osba, azt hiszem. Jó. Vesz egyet. Talál egyet fogsz. 5 seb. A... valahova. Mindig beírsz valamit előtte, miért még kimondom a számot, az 5-ösbe. Kiment a másik keze is, jó, és akkor vásárolunk egyet. Talál 6 seb az 1-esbe.
És akkor megveszik az utolsót is. Öttel talál, és héttel megöli. Szép. Aztán azt mondjuk, hogy és ennek a kis szirénnek meg mágikus a fegyvere, mi? Igen. Szép. Azt mondjuk, hogy ott egy szóló, itt egy szóló. 12 fél. És a saját zászlón nem tudok rájönni, mert beléptettem őket még jobban abba. Nem akarom megkockáztatni, hogy... De végül is... Miért is ne? Na, akkor ezt megütöttük, ő ott van, ő amott van. Azt kontesztáljuk. Azt mondja, hogy jó. 12, de jó lett volna. Oké, és ez a jobb oldali Clocatrice egy Furier megcsárzsolja ezt a szólódat itt a Gremlins form mellett előre. Tud menni 9-et. 9-et. Így. Ide. Ide. Jó, sprézik egyet a közelebbire. Mekkora a defi a hátsó embernek? 12, 14. 14 a hátsónak, az elsőt azt lehet eltalálnom 12-vel, lehet, nem? Igen. És a hátul, már csak simán rádobok. 10-re a hátsó 16-os defig, jó? Jó. És akkor az első, az kap egy 12-es pofont, az összesen 22. És a boostolom a hátsó 12-ről megy. 9 összesen 21. 7 sebb. Jó, ez volt az. Aztán azt mondjuk, mi van itt oldalt? Warwick Siren, aha, oké. Gremlin Swarm, az itt befut. Ilyen módon ide. Aztán ezek a kis mókusok pedig futkorásznak. Ide. 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 És így. Ide. Aztán a... Ez a kis... Kisrác itt fut. Egyért. Szerintem mindenki volt, te vagy. És akkor Winston... Senki nem írt pontot, ha jól látom. Nem. Nem, mert nem tudtam. Láma voltam. És akkor az egy jacked leállt, ugye, fönt? Igen, de azt mindjárt be is indítom. Az Assailt nem tartom fönt rajta. Ha beindítom a jacket abban a körben, mit csinál semmit? Szerintem normálisan tud aktiválni, csak akkor már nem kap fókusz, mert ugye már a saját aktivációban mész oda hozzá, és kezded ottan gyújtani a tüzet. Aha. Úgyhogy már túl későre rá fókusztani, de szerintem utána rendesen tud. Egy ingyen rohamozik az a jack. Aha, ingyen megnézem. Nem, referenc. Inert. És még fókusz is adtok neki. A kislányokkal. Akkor amilyen az osztagot? Jöjjön be az osztag! Jöjjön az osztag! A, be lehet lojtani a... ezt a zónát ide? Hogyha a deployt bekapcsolod, pillanat... Aha, így. És akkor azt hiszem van egy csík a 3 incses... Na, látom. Van arra. Bementél roham távolságba a madárral? Na, a madár az... Az már úgyis... Az már ilyen túlélő. Kolosszál...
Az abba, igen. Tök jó. Ja, base to base is egy fókuszba kerül a jack visszakapcsolása. De a warjack of combat akcióját el kell vesse magától abba a körbe, amikor visszakapcsolták. Aha, akkor mégsem fog rohamozni. És a battle group tagja lesz. Ja. Ennyi. Szuper. Ötös speed, roham. 10 incset tud mozogni legfeljebb. Az ott nagyon sok minden útban van. Hát a Grimkin listának régebben ez volt az egyik fő genyózása, hogy ezekkel az olcsó gremlin swarmokkal így elállta a terepet, és ezért nem lehetett, nehéz volt nagyon ellenük küzdeni, mert nem tudtad a heavy-eket, meg a unitokat betenni úgy, hogy tudják ütni a bíztjeidet, és szépen lassan menti előre. Ez volt régen, de most már sokkal több a mágikus fegyver, ahogy a métába, és akkor könnyebben kiírtják a gremlin swarmokat. Akkor ugye a Eyeless Sight-a ott át tud rongyolni, ugye? Oké, és Az a akkor... kérdés, én mennyire akarom. De azt sem fogom tudni leszedni. Egy tized incs miatt nem tudom megrohamozni a szekeredet. Pedig azt valahogy le kéne szedni. Túl messze van. Túl messze van. Ki ez itt hátul, ez a baron? Az egy szóló. Könnyű leszedni? Sérülékeny? 14-14 és 5 HP, amúgy nincs semmi másra. És idegesít? Ja, az a... nem tudom támadni a warriorokkal, mi? Van Ez neki a per... olyan képessége is, van neki... tud varázsolni, és a Boundless Charge-ot pakolászik emberekre. Aha, az viszont az idegesítő. Az... Boundless Charge. Ez a sói sétából odaér, üthet rá kettőt. Hát akkor az lesz, hogy arra ennek kettő fókuszt. Mondom, 4. Ja, de úgyse fog támadni. Hát teszem az irányítást, varázsolni is tudok már, ugye? Mire gondolsz? Hát a casterrel támogató spelleket. Nem tudsz, anytime. Ez odamész, és egy, nem is kell, te neked nem kell a combat action, hát semmit, szóval... Aha, Odamész, egy csak egy sima pontot... action-t?
Nem is action, csak egy fókusz kell költsé. Tényleg? Most olvastam, de megnézem újra, de szerintem nem kell feladni a combat action-edet. A Jack Marshall oda megy és feladja a combat action-jét, de amennyire láttam, amennyire én most végigfutottam, Warcaster az egy fókusz kell beáldozzon. És oda kell mennie azért, base to A base-be? base to base-be kell legyen. Bármilyen Battle Group Commander, Warcaster vagy Solo. Reactive, bla bla bla, ez a szabálya. Bármikor egy fókuszt elköltet, amikor base to base van a Jack-kel, szóval akár a mozgásod előtt base to base vagy, akkor már ott bekapcsolhatod, elsétálhatsz. Ja. Akkor oda megy, elkölti az egy fókuszát. És akkor Battle Most Groupod már az része ő lesz. betegrúpjában van. És az a kérdés, hogy most a Sighting Touch-ot a Jacknek, vagy egy Vice Scout-ot a madárka ellen. De a madárka úgyis nagy defje van, szóval azt úgyse fogja eltalálni. Hát Úgyhogy ad 13-as. mínusz 2. Hoppá, nem ide. A Sheeting Touch-ot. Oda. Majd visszaugrik a tincset. Oké. Jó. Miért ne alapon? A Gurglepox egy rohamot csinál a madárka ellen. Megy a találat. Igen, oda akarok. Ez marad. Három kocka a találatra. Talál, nem kritikus. Miért lenne? 18-as az ármorja. 21. 3. Meg 9. Hova? 13, meg 9, 21. Oké, okay, az a 22, ötösbe. az akkor az ötösbe, és akkor beírok még egy. Csinálj egy repozíciót, azt örül magának. Ötös. Jó. Nézzük ezeket a mukikat, roham. Most itt az a gond, hogy az egész asztalnak ott kéne lennie. Aha, megvan oldva. Jó. És akkor ugyanott van a... jó, oké. Okay. Mi az? Semmi. Menj már vissza. Nem, ő neki nem lesz meg a roham. Hát... Fut egyet ide. Csak hogy érez a törődést. Madárka defia, 13-as. 7-re találok. Az elsővel csinálok egy combo strike-ot, ami a számozatlan, nem tudom, mi nincsen megszámozva. A combo strike talál. Talál pof, 18-as. Mennyi? Nulla. Nulla. Passz meg. 19-re indulok. 19 meg 5. Hát akkor nem nulla. Akkor meg is elég. De. Elég? Hát 5 HP-je van, 18-as, egy bent van, dobtál 5-öt. Jó, akkor meghalt. Okay. Meg is halt. Akkor ér. Mert ha nulla, és ilyen egy vagy később, és csak alig, hogy kiüssön egy aspektet, akkor inkább azt mondom, inkább nem akarok sebezni. Oké, okay, akkor ez ennyi volt, ügyes voltál. Jön a szirén. Ezek élő modellek, nem? Élők, igen.
Hát akkor Nagyon figyelj csak. lelkes. Idejön. Vigyázz, mert ben vagy a Skin and Bones, vagy Peris vagy? Aha. Jó, oké, és És adok akkor... egy cuppanósat a Gremlinnek. Oké, és 13-as dev, meg egyet csökkent a... Autóhit. Ja, ez autóhit, aha, oké, és... A Seduction. Aha. Nagyon csípő. Élő Warrior modell. Akkor ő vele most teszek egy... Milyen mozgásod? 6. A hatosoddal mennyi lesz szépen? Ne, hogy pontot írja. Hát unittal tudok, ott nincs unitom. De a flagért tudsz. Aha, jó. Mit tud ez ütni, vagy csinálni valamit? Nincs ütésük. Nincs ütésük, csak base to base-be is szivatják a jackeket. Az a Herover útja lesz már ott. Jó. Ez odament. Aktiválom a szervitor osztagot. Csinálnak egy futást. Ő ide fut. Ők freestyle kimonisra? Nem. Adj rá freestyle-ot nyugodtan. Jó. Adok a szekérre. Az 6, 8, 14-ig. Talál. Power 10. Az megöli. Jó. Ők konstruktok, ugye? Nincs. Igen. Nincs korps Jó, sehol. ez is fut 12 incset. Megöli. Na, ez. Köszönöm. Mert az jó neked. Aha. Ja, hogy az egy tudjon foglalni. Igen, ha másikat nem ölted volna meg, akkor nem írok pontot. Hát Most muszáj meg volt. írok. Ez ilyen vérszomjas. Vérszomjas téma. Na, jó van. Na. Így. Muszáj oda mennie, mert próbál leütni valamit. Aztán még ott vannak a nekrottákek, azok is tudnak csinálni valamilyen rohamot. Jó van. A 5-ös speeddel ideig tudok elmenni, de az nekem kevés, mert hogyha ő nem szedi le, akkor ott egy roham, meg ott egy roham. Akkor jön a Herover, és egy rohamot akar csinálni. Igen. Csap. Oda. Egy volt a rohammozgás, megy a találatra, 13-as 5 meg 6, 11. Oké. Sebzés, Hát, 16-ról indulok. De 13-as vagyok, nem találsz annyival. Mi van 13-as defed? Hát mert ez egy ilyen low armor szutyak. 13-16 az alapja is. Vesz egy támadást találatra. 6 meg 6, 12. Vesz egy támadást. Hát te nagyon ügyes voltál. Megérted a 16 pontodat. Hát roham. Nem jött össze. Oké. Ugyanaz a célpont? Igen. Jó. 7 meg 6, 13. Talál 7 17-e. ponttal már többet érek. 17-es a cél. 11-ről indulok azt hiszem. Akkor az mínusz 10-ről. 6, 10, 21. És van mínusz 2 armorod. És mínusz 2 armor, az 4, 6 seb, ahova? Az egyesbe. 6 az egyesbe. Talán a nekrotekekkel jobban sebzek, nézd meg. De brutál. 24. Mindent együttvéve 24, az 7 seb a hova? Az armort nem számoltam bele, vagy a mínusz 2 armort. Ja, akkor az 9 seb hova megy? 6-osba. 6-ba, és akkor a 6-osba még beírunk, még kettőt kiment a mind. Azt a mindenit, ez azért odavágott. Hát Ez igen, csak... oda vágott. Hát csak na. Ezek a kismuki, a dreadrootok mit tudnak rohamtávra? Rohamtávra speedet 9 incseket tudnak, és jó, genges... Cyrilla tök jól el van. Genges weapon masterek.
Seater, mozog egy hatot. Mit tudom a madárka? Itt a kettes számú. Alapból 11-et, 13 ma fenyeget Boundless Charger. Akkor az nem. De nem is tudom, a Seater tud-e mozogni egyébként. Ő a tális tud őrjön. mozogni, csak combat Nem action, tud nem. mozogni, mert nincsen lekötve, ezért kötelező rohamoznia, vagy futnia. Aha. Ja, értem. Ez jó, Jó. legalább a flaget kontesztálja. Ennyi. Te Ennyi? vagy. Oké. Írok egy pontot. Az igaz. Na nézzük. Klokatrisz sérültő, gyógyul. Két Ó, pont. bocsánat, bocsánat, bocsánat. Oké. A Herovert még nem is aktiv, a Reaper-t itt nem aktiváltam. Az melyik? Itt, a Cortex, aminek kint van a Cortex-e. Ja, jó, persze, csinál. Na, menj meg a napot. Mondjuk itt meg... Mondjuk hátra ugyanolyan szar ütöm, mint előről. Hát, ja, előről, de előről nem tudsz úgy, úgy menni, hogy ne legyen köztünk a fal, úgyhogy jobb, hogyha a backcard-ba maradsz. Igen. Jó? Itt pont meg is áll. Üti a főfegyverrel. Nagyon. 11 meg 7. 18. Talán 15-ös páncél lényegében Én csökkentetlen. 16-ról indulok. Egyben van. Akkor 7 seb. Azt mondja, mínusz 7. 3-asba. 3-asba. Oké. És a fejjel megüti a krevitet. 5 meg 7, 12. 13-as defje van. Most vagy te. De akkor most tényleg én vagyok, ugye? Most szóval már tényleg te vagy. Gyógyítottam a klokatriszt. Na nézzük. Nézzük, nézzük, nézzük. Mit tudunk tenni? Klokatrisz. Nem éri el a kasztelet, az biztos. Ja, közben lecsökken a izén. A kontroll zónám, úgyhogy megnézzük. Ugye onnan Fury-t leszedni nem tudok, ez a Gremlins Form egyet leszed róla. Aztán ez a Gremlins Form leszed egyet erről. És akkor meglátjuk, hogy miből élünk. Jól bekapcsolom a kis alokálósat. Azt mondja, 3 meg 3, onnan leszedjük, van még bíztünk, nincs is. Nincs Van két vele. tüzed, ne felejtsd el. Meg még a tüzek. Tűz az Skinem Monstra sebez, ármorja az dobjam? 19-es, aha, 7-et fog. Semmi. És Paci. A lovasra az rajta marad, ármorja 22. 18-as, az 4 seb, ugye? Igen, na nézzük. Azt mondjuk, hogy Gurgle Pox Mester. Jó, az oda, ő oda. Jó. Jó, azt mondjuk, hogy placelnek ezek a kismukik. Hova plészeljenek? Gurgleproxnak je májkus a fegyvere? De, hogy is. Nem, ugye? Nem áldottál meg azt a körfűrészt. Na, az jó. Azt mondjuk, hogy... Spellezzünk valamit. Nem. Beszedjük a Fury-t, fölmegyünk 7-re. 2-re, és akkor innen leszedjük. 1, 2, 3. 1-2-3. És akkor gyógyítanunk kell egy csomót, és akkor véres bosszút tudunk állni. Két pontot kell gyógyítsunk itt. Ott. Jó. Oké, és aktiválom a... Aha, oda. Jó.
Akkor itt nem reaches senki. Jön a kis attachmentem ide. Ide, 5 incset. Oda, ugrik 5 incset. Így ide, ilyen módon. Olyan módon, és ad egy Boundless Charge-ot ennek a Skinemons monsznak. A Boundless. égőnek. Az égőnek, aha. Hogy ne legyen annyira égő. Jó. Aztán jön a caster, azt kéri, hogy legyen újradobás a kontrollban. Ide beforog, ide ilyen módon. És nézzük csak. Fogja magát, és Fejleszthetőt adtál valakinek? nem. Kell? Szerintem nem Nem, kell senkinek egyébként. nem, mert azt a jacket ott látom. Úgyhogy ő egy kicsit ide följebb jön. Hát végül is jó, jöhetek még. Hát jöhetek igazából. Ugye? Jöhetek, jó. A Jack az reaches, hogyha számít. Én is az vagyok, csak nézem, hogy meg tudnám ér rugdosni ezeket a kis majmokat. Nem. Nem kell. Ide. Ilyen módon, vagy is. Ilyen módon, és azt mondjuk, hogy meglőjük ezt a brutralt, aki itt előttünk van. Melyik? A 1-es, ami nincsen szám, vagy a 2-es, vagy a 3-ast? A 3-ast. A 3-ast, jó. 5-tel. Mekkora def? 12 a def. Megnézem, mekkora ratta dolgozik a nyanya. Biztos, hogy alacsony. 6-ossal, úgyhogy akkor ezt újra dobjuk. 6-nak 6, 12-es. Talál? Ez talál. Talál, és akkor ő kap egy blindot. Meg egy blindot. Egy ez spell lövés, vagy lövés lövés? Ez egy lövés lövés. Ezek ilyen hollók. Valami egy 4-es AOE-ba, más nincs alatta, ugye? Aha, 4-es AOE. 4-es, 4-es gyűrű. Ó, még egy van. Az is kap egy blindot, ez a leader. Blind. Igen, és ez kimaradt Cloud Effect, egy pontot sebez ez a, az a felhő, és utána azt az egyet, akit ottan meglőtt. Ja, nincs bent a millibe, akkor jó, mindegy is. Nos, hogy a Krixtől elvették az összes ilyesmit, akkor kapott azt mondja, más hogy 1-2-3 fontért javítjuk a dagit, meg javítjuk a Skin and Monst. Jó, és akkor négyet kempelünk. Ez ennyi elég is lesz, és akkor a, viszont azt a jacket elére, megpróbálom megütni a jacket. Mat 5-te, mekkor mennyire megyek 8-akra? 13 def. Aha, egyszer, 8. Talál talán 15-ös energia. 2 fog. 2 pont. A 6-osba. És van még egy lába, de abba az egy másik Field of Fire. Ugye? Ja, bal, jobb, csak egyet tudtam ráütni. Oké, és ez így megvolt. Aztán a... Tud lőni, megütni. De jó, aha, na, ilyen dual attack-os. Persze, hogy igen. Jó, ez a Clockatrice jobb oldalt fogja magát, és átröppen így ide. Ilyen módon... Counter charge! Van? Ha itt van, akkor csinál. Jó. Oké. Kettő a találatra, talál, sebzés. Mennyi összesen? 17, meg 8, az 25. 25, az 7 seb. 3-asba. A 3-asba. Nem fáj, nem fáj. Jó. Azt mondjuk, hogy elkezdem ütni ezt a Gurglepox-ot, vagy ki a manu az. Igen. 14-es defense. 8-akra találom a reach-es fegyveremmel. Nem, miss? Újra dobom. Újra dobod. Talál 14-es. Igen. 14 meg 7 összesen 21. 7 seb, egy marad. Oké, és
Aztán azt mondjuk, hogy a két kis támadásomat leadom erre a Jackre. Igen. Azt mondjuk, hogy ez talál, ez 13-as energia, összesen 23, az 6 pont, ugye? Igen. A 3-asba. Másik kis keze talál a Jackre, 13-as, 6 a 2-esbe, ugye? 13-as erő? 13-as erő, és kaptam 10, az 23, az 6 Igen, pont, 6 sebből. és az előbb is 10-et dobtam, akkor is, ugye? Én most nem látom. Te tudod visszanézni. Most nézegetem. Szíter kapott egyszer 6-ot, és akkor megint 6-ot. Hova? Az egyesbe. Akkor Kettesbe. kiment a move-ja, nagyon jó, viszont minket csak ez a... Úgyhogy veszünk egy támadást, és megboostoljuk a szólóra. 11-el talál, 14-es energia, 7-tel az megöli azt a Egyszer nem szólót. hibáztad el. Jól van. Hát most ezt ráboostoltam, de ugye újradobásaim is vannak, és akkor azért ennyire táp. Van Jó. dodge, csak szólok. Ja. Hát ja, végül is akkor az nem lett volna túl Lehet, csak jó. nem boostoltad. De oké, mehet tovább. De benne volt a pakliba, persze. Oké, és ez a Boundless Charge-os megcharge-olja a jackedet. Ilyen módon. Ide. Jó. Talál Talán. 17-esről megy. Ez Amit dobsz. 15 seb. Hova? Jó. Dobom mindjárt a másikat is, talál 17-es, az meg is öli. És akkor attól megszabadultunk. Jó. Ez a muksó ide befut fönt. Oda. Na nézzük, miből élünk itt lent. Dagi előre sétál ide. Elkezd ütni ezt a jacket. 12-es def. A Jacknek? Igen. Itt középen. Aha. Na nézzük. Elkezdjük. Bocs. Elkezdjük ütni. 6-ra. Talál 17-es energia. Egyet fog, ugye? Egyet fog. 7 seb a 6-osba. Másik keze talál, egyet fog. 9 seb a... Mi? Bocs, Na, bocs. 9 seb a A hova? 4-es, a 4-esbe. Oké. Oké, és vásárol egyet a Dagi. Misszel, újra dobja. 10-el talál, egyet fogsz. 7 seb az egyesbe. Igen. És vásárol egyet. Talál egyet fogsz. 10 seb megöli. Jó, ezért kapok két korpszot, mármint scrappet. Az meg távol volt. És na lássuk, hogy miből gazdálkodunk itt. Blindosak. Azt mondjuk, hogy ez a kis muksó fut, és dobok rá egy frenzit erre a kicsire, mert ezen rajta felejtettem egy hűrit. Öttel szerintem okés. Megnézem, mennyi a thresholdjuk. Krabby Threshold 6, úgyhogy 5-tel pont megdobta, úgyhogy még egy Furyért ne csináljon. Befut így ide, ilyen módon. Ide. Aztán az ott okés.
ez a unit fut. Oda, és ide, és ide, ilyen módon, aztán lássuk, miből élünk. Ez a lovas fogja magát, megrohamozza ezt az egyes számú valakit. Ráforog így ide. Nem treserezik. 6 meg 7, 13. Meg hátba. Talál 14-es Weapon Master. Füstöli, és akkor ő undead vagy construct? Undead. Akkor kapok egy korpszot. És akkor még egy ilyen nagyobb a P plusz S-re. Örülünk. Ez a szóló itt átjön a másik oldalra. Vagy van mágikus fegyvere ennek a muksónak? Nem tudjuk. Nincs. Jó. Ez a krebit kisétál így ide. Ilyen módon. Jó, Skin and Mons ide beforog. Ide, ilyen módon. Én már volt, nem? Nem. A Dagi volt. Ő még nem volt. Csak most jön. És akkor ő elkezdi ütni ezt a jacket. A defed akkor 14-es így, ugye? Nem, 15. 15. Akkor egyet boostolunk. Ezt újra dobjuk. Talál, és akkor rábusztolunk a sebzése, ez 17-es, összesen 11 a 6-osba. Mindenki ment, csak a move, nem? Igen. A másik kezét busztolja, talál, és 17-es, héttel agyon csapja. Jó, volt, még a szekér. A szekér egy kicsit följebb sasszézik így ide. Ilyen módon így, és akkor szerintem vége a körnek. Egy írok a... Már megint nem raktam a saját, de a teflegeden írok egy CP-t. Vagy kettőt? Várjuk egyet. Egyet írsz. Oké, és jó, te vagy. Milyen defje armorja van a banyának? A banyának 12-es def és 19-es armor papíron, 21-es armor a szekérre. A blind miatt mínusz 2, na mínusz 4 maton van, ugye? És akció, action föl kell adni. Igen, én föl kell adni az akciót, vagy a másikat. És hogyha aki ott végzi, vagy belelép abba a kis szutyiba, az kap egy mágus pont sebzést. Minden ott maradt két wundon, és azzal elvesztettem a játékot. Ja, az enyémeink közül? Az egy Clockatrice megmaradt ötön. Hát meg a két heavy-d, másik kettő heavy-t megmaradt. Heavy-ket is jól megzúztad, de nem dobtál szuper durvákat. Hát a Herover 3 misszet dobott be.
Nagyon hosszal tudok menni lefeljebb 11 incset. Sétaugrással. Oda elmentem. Így befordul. Nem, hát. Nézd, úgyis elvesztettem. Megpróbálunk egy caster kill-t, de úgyse tudom caster kill-t csinálni, mert 4 fókusz van rajta. Hát bekempeltem. Nem tudtam, hogy mi minden lesz, de mondom, akkor a Windstorm az... Időben is kifutok. Valáig elmocorog. Arra egy sighting touch-ot a szirénnek. Megüti a Skinemont. Nem hiszeli. Teljesen mindegy. Kettőért elkasztol, nem, de kettőért elkasztol egy, mi ez? Strange Hold-ot a kaszteredre, azt le, vagy a találatra. lenegálom a dagival. Ja, akkor elkasztolom még egyszer. Dottam egy, hát most mindegy. Jó, akkor de utána jön a szír. Amit dobtál, mindegy, mert akkor meg 11, három sebzek. Az a 11, ja igen, mert ugye a negálás az a izé támadóbás tudom. előtt van. Szirén rohamozik. 12-es def talál. 10 meg valamennyi talál. Shadowbindos lettél. Aha. Roham. 21-es páncél. Mínusz 2 armod van. Akkor 19-es páncél. 11-ről indulok. Hát, ami van papíron. Aha, akkor az nem ütött át. Okés. És automatikusan elsebb, ez vicc. Köszönöm a játékot. Vége. Én is köszönöm.